Egy nehéz és fárasztó éjjel áll mögöttünk, mely sok embert közös, sokszor megfeszített munkája. Kívánom, hogy mindnyáján érjétek azt a célt, melyet magatok elé tűztetek. Szerezetek örömögen boldog pillanatokat szüleitek, s hozzátartóinak számára. Elhagyván iskolánk falait, legyetek ilyen igaz emberek, polgárok, gondos szülők. Bízom benne, hogy végzős diákjaink beütik elért eredményeinket. Ismeretlen körülmények között kell majd megállni a helyünket azzal a tudással, amivel tanáraink elindítottak, és amelynek megszerzéséhez családi hátterünk biztonsága adott erőt és kitartást. Nézd és láss, van sok-sok jó és szép, csak elrontják a felnőttek a percek ünnepé. Így lesz még rég lehet, csak jó regény. Jelenleg a Nagybereg Középiskola 29 végzős diák van, ebből 19 magyar tannyelvi osztályokban, 10 ukrán tannyelvi osztályokban. Átlagban a diákok függőleg a független vizsgának az eredményétől terv szerint Ungvári Állami Egyetem pályázták meg, Beregszászi Magyar Főiskola ugye az egyetemi kar, mint főleg mostan prioritást nyert az új, amivel megnyílt szakmák, amit értem itt az autószerelő, a mezőgazdasági és ezekben a szakmákban próbálnak most felvételizni. Nagyon öröm ez, mert így a gyerekeink itt maradnak, itthol tudnak tanulni, nem kell ingázni Magyarországra vagy valahol máshová.